az iható Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az iható Magyarországért. Szép estét kívánok! Ez az Ihatóbb Magyarországért műsora. Én Nyulasi Gábriel István vagyok, és hát bemutatom a kedves vendégeinket, akik már a múlt héten jártak nálunk. Hadobás Judit, művészetterapeuta és életvezetési tanácsadó. Szerbusz! Szia! És Cinege Tamás, gasztrosómen. Jó estét, Gábriel úr! No, hát akkor belecsapunk a lecsóba. Mi is van Judit kezében? Az egy pepegyú paprika Dél-Afrikából egyenesen, ami hétféle paprika és háromféle paradicsom találkozása. Én is megragadtam. Ez egy hibrid növény. Ez egy mutáns. Hát, mondjuk így. Jó, hibrid az szerintem hangzik. Mutánsról gyilkos szörnyek jutnak az ember eszébe. Ez egy gyönyörű darab. Pikáns, nagyon finoman csípős, de nem csípőséget mondanék, hanem gyümölcsöket folyamatosan. Tehát jön a kápia, jön a paradicsom, csipkebogyó, mintha egy ilyen édes csili találkozása, majd jön a klasszikus, mintha az almapaprikánkat fedeznék fel, savanyítva, majd újra visz. És ilyen... Ez tényleg látszik rajta, hogy... Abszolút. Nagyon sok találkozás van ebben. Pezsgőkhöz nagyon szeretem kínálni, és ha már szóba jött az, hogy terapeuta ugye a hölgy, és így végig is gondoltam, hogy valójában az egy terápia a munkahelyem. Tehát most tehát szembesülnöm kell vele, hogy milyen jó az, amikor elmegyek a fogorvoshoz, és akkor azt a bizalmat érzem, és akkor így hátra dönt, nyugodjak meg, és akkor az övé vagyok. Valahol a vendégek is ugyanezt várják szerintem, amikor belépnek a boltba, és akkor van valami, valójában lehet, hogy is egy álom, mert egy kívánság az valahol mindig egy álom, nem? Hát, hogy odafigyelnek rád, te odafigyelsz magadra, másokra, meghallgatod őket. Tehát erről szól a terápia. Hát akkor, ha meghallgatnak, én ezzel a somlói fehérrel megmenném kóstolni. És gyönyörű, egyszerűen ez a somlói házlevelű aranyhegy dűlő 2017-es félédes tétel a fekete pincészettől egyszerűen zseniális. Tehát, hogy valóban. Teljesen jól viszi az ízeket, abszolút pariban van vele. Kicsit meg voltam ijedve, hogy édesbor, de zseniális. Ez egy különleges édesbor, mert alkoholban se gyenge ez a tétel, 15%-os, tehát kicsit megszaladt, nem annyira divatos. Azt mondom, hogy van az a test, ami elbírja, van hozzá cukedli is, úgyhogy, és hát ez a különleges, hát nem tudnám felidézni pontosan, hogy micsoda. Dél-amerikai? Dél-Afrika. Dél-Afrika, igen, már kontinens. Amúgy hamisítják is, de nem tudják ezt az ízkaraktert. Nagyon különleges. És tengeri só van hozzá téve különben, és ugyanennek a paprikának egy erjesztett szűrt az erjesztett és szűrt leve van még hozzá téve. És hát ez a házlevelű teljesen. Én ezután egy kis kornisont mernék javasolni. A franciák pezsgővel szeretik nagyon ezt a kornison uborkát. Olyan, mint a mi apró csemege uborkánk. Kornison. De, igen, kornison uborka. Igen, nagyon hallani, ahogy itt ropog ugye itt a fogak alatt. Rázubatjuk. Igen, ez a savanyú, édes savanyú páros, mert hát ez a somlói házlevelű volt az előző októberi bormozinkon, és hát ott is jól teljesített. De itt gasztropárosításokban is teljesen jól megállja ez a fekete pince borocska somlóról. Én nagyon szeretem, amikor párban tudnak működni. Talán az a könnyebbik verzió, amikor párban működnek. A nehezebb talán az, amikor az étellel a bort kell kiemelnünk, de valahol az ételből valami maradjon meg. Az, hogy most az valamilyen textúra, vagy savasság éppen, vagy ásványosság, az már egy következmény, de az mindig a nehezebb verzió. Nagyon sokszor járok pincékhez, és ott kell ételt készítenem a helyszínen, és ugye mindig nagyon sokat mosolygok, állítólag úgy is alszok mosolyogva. Igen, van ez a gastrohack. Igen.
csoportosulásod, tehát ez még igen, megvan is. Ez még megy. És igen. Üzemel. Igen. Ez még a mai napig működik. Volt, mikor többen voltunk, most már csak Pintér Árpád és én vagyok a tagja, de időnként mindig vannak vendégművészek is. Legutoljára múlt héten szerdán, amikor ezt a műsort felveszünk, ahhoz képest egy héttel ezelőtt az Egy Csepp pálinka főznénél voltunk, és oda készítettünk a pálinkákhoz mindenféle grilles dolgot, borjúmájat, kacsamájat, és ezt mind csak füstön, ördöghalmájat. Ördöghalmájat. Kacsát. Judit, ettél már ördöghalmájat? Nem. Nem. Mit főztél utoljára, Judit, tényleg most ilyen? Húha. Na. Gondol, frankfurti levest. Frankfurti levest. Egy jó frankfurti leves. Imádták a gyerekek. Virsli, igen. Káposzta. Uh-huh. És egy jó virsli. Tehát, hogy milyen ritka az is, hogy egy jó virslit találni ma a piacon. Egy kézműves virsli? Egy kézműves, igen. Itt adáson kívül azért valljuk be, volt arról szó, hogy hova jutott az, hogy amire azt mondjuk, hogy kézművesség itt van, ami például az a tonhal konzerv, amit hoztam, az például Portugáliából van, hoztam Portugáliából például bort is, de hogy azt kézzel fogják. Tehát vannak az üzletben olyan termék, amik tényleg kézzel csomagolt, kézzel gyártott sokat. Én is kézzel fogom meg, igen? Gyorsan kibontom. Remélem nem olajozom le magam. Azt reméljük. Ó. Igen. Úgy látom, ilyen babok vannak benne? Igen, fekete. Ez még fekete is. Rád bízom. Köszi. Mégis van itt egy bicska nálunk, azzal ki lehet eszkábálni. És ha a fehéret kóstolunk még mindig, én javasolnám azt a Csernigólát, azt a nagy magnum olajbogyót. Őt? Azt ott, igen. Magos. Ő magos. Magos, igen. A bogyókra azt kell tudni, az olajbogyókról, amúgy kell, mert ha egy bor mellett ülünk, és hogy valójában ugyanaz valahol, nem teljesen, de hogy ugyanaz, mint a szőlőnél, hogy van korai, illetve van késői szüret. Ugye, ha korábban születeljük, akkor savakban gazdag lesz a bogyónk, minél későbbi szüret, akkor pedig ugye úgy lesz egy sokkal édesebb, vajasabb olajunk. A hallgató kedvéért mondjuk be, hogy ezeket a termékeket hol találhatja meg? A 14. kerületben, a Nagy Lajos Király útja 181 szám alatt, az Essence Delicatessben. Olyasmi filozófiával megy ugye ez a bolt is, mint tőlünk délebre, Olaszországban, franciáknál, spanyoloknál, portugáloknál, Dániában. Itt egy delikátes bolt, hogy amiből készülnek az ételek, azok kimérve is megvásárolhatók, tehát maga az alapanyagok is megvásárolhatók, amiket a boltban tudunk enni, és amiket mi összeraktunk ételeket. És nagyon jók azok a visszajelzések, amikor kóstolja valaki a bogyót, és azt mondja, hogy ez egy kicsit ilyen füves. Lehetséges, hogy egy ilyen füvesnek ért. És akkor mutatom mellé ugyanazt az olajat, ami ugyanabban a fajtából. Egy kicsit füves. Egy kicsit füves. De hogy mégis van egy ilyen zöld bogyós, nyilván a színe is meghatározza, hogy mi az, amit érzünk, de mégis van benne egy ilyen édesség, egy ilyen gyümölcsös valami. Abszolút nem az a durva picit körtés, csung, nem igen. Az a savanyú, amit... Körtés, bírses, és hogy mondhatjuk azt, hogy körtés, bírses egy olajbogyó, hát már és pedig... Lehet. És lehet. Tehát, hogy az olajbogyónak is vannak szintjei. Igen. Mert az ember megszokta, hogy levesz a akármilyen szupermarketbe egy doboz olajbogyót, és akkor az ki van lugozva. Sós. Savanyú, sós, és zöld. Igen, én nem olyan rég voltam rendezvényen vendégként, és kóstolgattam, és azt kell mondanom, hogy valójában a kevesebb néha több lenne. Tehát ne vegyünk meg olyan termékeket szerintem, amit csak azért, mert vágyunk egy valamire, direkt nem mondok most itt valamit, és megveszünk egy olyat, amiről tudjuk is, hogy nem az, hiszen ez biztos nem lehet az álmunk. Szerintem menjünk inkább, lavírozzunk még két sort a sorok között, hívjunk fel közben valakit. Ne. Menjünk nagyot álmodni. Igen. Nem Judit? Abszolút. Te nagyot akarsz álmodni, Judit? Én csak boldog szeretnék lenni. És hogy megy a boldogság? Ezt kívánom mindenkinek, hogy boldog élete legyen. Hát ez egy jó kívánság. De ezért magunknak kell tenni. Cinege úr, ön boldog? Abszolút. Én minden reggel köszönök magamnak a tükör előtt. És tehát fogadja a köszönést. Hát van, amikor fel is röhögök, de van úgy, hogy nem vagyok annyira pajtiban magammal, de ez ritka. Hát előbb ez ritka. Azért. De jó. Kell lenni egy kis hullámzásnak. Hát a boldogság kulcsa az, hogy vagyok én saját magammal. Milyen kapcsolatban vagyok az érzéseimmel. Beszélek-e magammal? Igen, már ha ez nekem szól, hogy beszélek-e magammal. Hát igen, fölhívom magamat? Vagy küldök egy SMS-t, vagy messenger-t?
Igen, kicsit kifordítjuk a dolgot, amúgy kell, mert azért jó, mert így ez az álmodozás, mint olyan, nekem ez így nem jutott volna eszembe, mert ezzel foglalkozok minden nap. Viszont mindig megkapom azt, hogy tudom ezt csinálni közben, meg nem is csinálom, hanem élvezem. Tehát, és nem megálmodnom kell, közben meg szoktam álmodni, mert van úgy, hogy felkelek, és például ugye az egyik legnagyobb stresszfaktor az életemben például a gurmé fesztivál. Te itt létrehozod a gasztroálmokat. Magamban mindenki. Megvalósítod mások gasztroálmait. Az, hogy másokét, hogy mennyire tudom megvalósítani, azt majd talán majd az idő majd az valamit tud mutatni ebből. Hát azért voltam egy pár rendezvényen, ahol közreműködtél, és hát elég jó show műsort nyomtál, amiben az emberek jól érezték magukat. Próbálkozom, és ennek nagyon örülök, hogyha az emberek ezt így fogadják. Na, hát ez egy jó végszó, akkor elmegyünk egy kicsit szünetre, ne menjetek messzire, kóstolunk tovább. Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Jó estét kívánok, ez az Igatóbb Magyarországért műsora. Már is visszajöttünk a szünetről, és itt ül velünk Hadomás Judit, művészetterapeuta és életvezetési tanácsadó. Szervusz! Sziasztok! És itt van velünk Cinege Tamás, gasztroshowman. Jó estét! És hát itt kóstolunk, eszünk, iszunk, hol is tartunk? Ki van nyitva egy tonhalas doboz, és kinyitottam közben a Dorogi testvérek tokai furmintját, mézes máj, 2011-es édes borocska. És hát ez a bor végül is november 28-án fog szerepelni az évzáró bormozin a Vino Pianóban, az Iatóbb Magyarországért szervezésében. A 7. pecsét lesz a film, és ez a bor is ott lesz a Dorogi testvérektől. Kóstoljuk meg! És miközben kortyolnak, én annyit mernék hozzátenni, hogy akkor menjünk vissza a savanyúra, és nézzük meg azt a kornison uborkát. Nézzük meg az uborkával? Nem biztos, hogy bejön. Judit, nyújtok egy kis uborkát. Köszi. Nem biztos, hogy bejön, de ha bejön, akkor általában nagyobb. Ez egy ilyen 4 centi, vagy igen, 3 centi hosszúságú kis másfél centi, vagy 1 centi vastagságú kis mini uborka. És nagyon res. Res, és meglehetősen permanens a savanyúsággal rendelkezik. Egy ilyen felfokozott savanyúsággal rendelkezik. Hát különösen ezután, a bor után. Kérdés, hogy a bor utána édesebb lesz, vagy esetleg gyümölcsösebb, ananászos, vagy kompótosabb ízegyeket? Szerintem egy kicsit gyümölcsösebbé teszi. Abszolút megbirkozik ez a bor. Mégis ez egy édes bor. Tehát ez a cukor mennyiség. Tarcali pincészet amúgy a Dorogi testvéreké. Ez egy igazi ízutazás. Hát abszolút. Cinege Tamás úr itt elhozta a fél boltot. Hát egy kis ízelítőt próbáltam hozni ebből a eszenzdelikát ezből, hogy eszenciálisan átérezzük, hogy milyen az, amikor mondjuk beülünk egy reggelire, és hogy amúgy ilyenekkel tudunk ma találkozni. Tehát, hogy kvázi igyekszünk minden igényt kielégíteni, mind hazai, mind külföldi termékekből, illetve termelőktől. Már amennyire ez lehetséges, és hogy mennyire lehetséges, nagyon jól, mert ugye van kereskedő, aki a francia nagybaniról hoz be mindenféle terméket, hús. Egy sonkadarabot ragadtam meg. Az például egy brazeola. Brazeola? Aha. Brazeola, és hogy az egy marhasonka, az egy érlelt marhasonka, ez minimum 12 hónapot. Van egy ilyen nagyon finom, játékos savas, egy ilyen édes savasság amúgy különben a húsnak. Igen, a só az úgy kicsit jön, de hektikus, de mégis valami... Kicsit szordinóban van. Igen. Benne. Igen, én nagyon kedvelem a brazeolát. Judit, nem kóstolod meg a sonkát, vagy nincs kedved? De megkóstolom. És ha már egy édes bort kóstolgatunk, lehet meglepetés az édes bor mellé. Én visszamernék kóstolni ismételten a pepegyúra, de még a vetricsina paprikás szalámira is. Sokkal visszafogottabban bánnak a fűszerekkel, különben a déliek. Nagyon izgalmas az, hogy újra visszatérnek
itthon nálunk például a kuláré, tehát a vastagabb szalámik és a szalámifélék, és hogy egyre jobban és szebben játszanak itthon már a sóval és az érleléssel. Tehát, hogy volt egy idő, hogy elvedették itthon a súlykot. Igen, és ilyen tumács volt, és most az elmúlt fél évben olyan kolbászokat, meg szalámikat kóstoltak, hogy ha csak pislogok. A paprika nélküliek, az annyira hatalmas játszótér különben, mert szerintem nagyon sok középszerű paprikával dolgoztak sokan, vagy nem biztos, hogy tudták, hogy mit tudtak venni ők is a piacon, ezáltal ugye már az ő termékük is ezáltal, azt kell mondjam, valahol sérült. Hát igen, és paprika nélkül olyan zseniális tud lenni, édes köménnyel. Igen, pontosan, gyönyörű. Igen. Tehát mint egy álom. És régen, tehát egy álom utazás. Amerika felfedezése előtt gondoljunk bele, hogy Európában nem volt paprika. Tehát, hogy minden kolbász és húskészítmény, amit tartósítottak, az semmiféle pirosság nem volt benne. Nem volt paprika. Igen. És hogy mi pedig paprika nemzet lettünk, és ma nagyon jó és jó minőségű, és ízes, zamatos. Tehát, hogy amikor a kisujját az ember benyálazza, és akkor így megkóstolgat egyet, és az mondja, ó, ez de jó, legyen az csípős, akár, vagy édes piros paprika, az most visszatért a piacra. És keresik az emberek. És ez egy nagyon jó érzés, hogy a tudatalatti. Mert ugye, hogy itt az egyik mikrofonból, itt a tudatalattiságról is kell, hogy szóljunk. Hát még az jutott eszembe, hogy a minőség számít egyre inkább a mennyiséggel szemben. Én meg akkor azt mondom, hogy a tudatalattiság is, tehát hogy az álom, hogy a gasztró is az álom, mert nekem most ez egy, nagy tudathasadás jó értelemben, hogy valahol ez mennyire össze tud érni. Tehát nem csak múltbeli reflex, hogy ahogy mondani, retróra utazunk, vagy valami esmi, nem, hanem arra, amikor még tehát hogy 20 év, 30 évvel ezelőtt tisztábbak tudtak lenni az ízek. Uh-huh. Szerintem. Tehát, hogy nemrég vacsoráztam, pontosabban tegnap este vacsoráztam az Onyxban, volt szerencsém, és hogy az alapanyag beszerzés az külön csillagot érdemelne. Tehát az, hogy egyáltalán Petrezselyemnek úgy nézem, hogy Jézusom, hogy megszólal. Ez az. Ma már vehetünk Petrezselyemet, de mindannyian tudjuk, hogy hát szoszó, nem? A piacon még volt zöld illata, hazaértünk, de már nincs se íze, se semmije. Tehát sárgarépával már bizony, és ez egy klasszikus, nem? Hogy megillatottuk, és ezek volt magyar, illata, magyar de nincs termékek? Íze. Tehát, hogy... Ezek magyar termékek? Mert van ez is jó kérdés. Magyar zöld petrezselyem? Van-e? Mert a magyar zöldségek, gyümölcsök azok. Mennyiséget nem tudunk még annyit. Hol jutunk hozzá? Remélem. Mondjuk Zuglóban. Zuglóban. Így van. Az Essence Delicatessben. Az Essence Delicatessben. De jó álomhoz hol jutunk hozzá? Ha? Mi az útokat? Hát az érzéseinken keresztül jutunk hozzá, saját álmainkhoz. Tényleg, hol érünk el téged, Judit? Önmagunkhoz. Vannak neked pár terápiás... Hát van egy honlapom, www.lélekvalóság.hu, azon keresztül lehet elérni, és ez egyébként én is Zuglóban dolgozom, a Pillangó Effektus nevezető helyen. És hát szülésre is szoktál hangolni hölgyeket, ugye? Igen, volt egy ilyen csoportkezdeményezésem, ami arról szólt, hogy ráhangolódjunk a szülésre. El tudunk rohanni mellette esetleg? Hát nagyon fejbe vagyunk, tehát hogy nagyon sokan már úgy gondolkodunk a szülésről, mint hogyha ez egy projekt lenne, ugyanolyan projekt, mint a nem tudom milyen cégeknél, vállalatoknál egy ilyen. Tehát ilyen kicsit embertelen lesz a szülés. Igen, és sajnos azt tapasztalom, hogy egyre több a császármetsz, és egyre több a programozott császár, a lombikozás, miközben nem természetes. Mi képesek vagyunk, mi nők szülni, és végül is ezt szeretném így hangsúlyozni ezzel a csoporttal. Ez egy nagyon szép gondolat. A szülésben is a természetességet. Igen. Én termékenységet kívánok mindenkinek, ezt tudom mondani. Gondolom Lenke Júr is ebben tudna minket támogatni, hogy termékeny legyen majd 2020, illetve ha már 19-re azt mondta, hogy az nem az ő éve, mégis elmondott, igen, hogy lapot húz, és mégis csinál két olyan tételt, ugye, ameddig nem volt. Tehát valahol még lehet, hogy ha nem is álmodta meg, majd most akkor megálmodhatja, hogy akkor, ha legközelebb lesz egy ilyen éve,
életében, és lehet, hogy akkor újra Pétmát lesz a porondon. Például. Ki tudja, ki tudja. 2020-at még nem látjuk. De hát látjuk ezt a jó kis dorogi testvére Tukai Furmintot. Mézes már 2011. És hát lassan a műsorunk végére érünk? Vagy még van időnk valamit kóstolni? Szerintem még... Én azt a csokit kibontanám. Vagy pisztácia, vagy csándulja, de a robbanós cukorkással, azzal. Az egy trüffel. Robbantunk, igen. Gyorsan kibontjuk. Jaj, itt kell. Jó, ott nyugodtan. Igen, igen, sikerült. Tehát a csomagolás se utolsó, ajaj. Tehát amikor találkozunk... Már nagyon kevés időnk van. Nagyon gyorsan kell kibontanom. Ezt még adjuk át a hallgatóknak. Ez egy francia trüffel, robbanó cukorkás. És belül szárított málnamagot van. Egyet, igen, 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 mert ez lehet felezni, érdemes. Az jó, Tomi. Csak el kell engedjük magunkat. És a nosztalgia, a robbanások jönnek. Hát lassan a műsorunk végére érünk. Mindenkitől akkor kérek ki. Itt érzem a robbanásokat. Számban, és lassan mindenkitől kérek egy búcsúmondatot. Én egészséget, jó étvágyat és termékenységet kívánok. Én pedig boldogságot mindenkinek. Boldogságot? És jó, boldog korok. Életet. Boldog életet. Én is. És hát ha van kedvetek, akkor gyertek el november 28-án az Iatok Magyarországért Bormozijára, ahol a 7. pecsétet fogjuk levetíteni a Vino Piano Polbárban. És klikkeljetek az Iató Magyarországétra. Sziasztok! Viszlát! Viszlát! Önök az Iható Magyarországért című műsorunkat hallották itt az FM 94.1 MHz-en. Dunakanyar Rádió, a hullámok hullámhosszán.